Híradónkat látják március 14-én. Köszöntöm nézőinket! A pápai MH47. Bázis repülőtér időjárás előrejelzése szerint holnap március 15-én délelőtt élénk északnyugati szél várható, időszakonként akár 60 km/h széllökésekkel. Erre tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy a városi ünnepséget nem a március 15-e téren, hanem zárt helyen, a Jókai Mór Művelődési Központ színház termében tartják meg. Az ünnepséget követő koszorúzás helyszíne továbbra is a március 15-e tér. Pápaváros önkormányzata tisztelettel vár minden érdeklődőt az ünnepi rendezvényre. A nemzeti ünnephez kapcsolódóan a város óvodái is szerveztek programokat. A gyerekek találkoztak huszár hagyományőrzővel, megelevenedett a toborzó és a tábori élet, de volt néptáncos bemutató is. Következzenek rövid híreink a legkisebbek ünnepi rendezvényeiről, stábunk a huszár és a fáji lakótelepi, illetve a katolikus óvodában járt. A huszár lakótelepi tagóvodában a gyerekek már hetek óta készültek a nemzeti ünnepre. Pártát, csákót, kokárdát, zászlót készítettek, verseket, dalokat tanultak, történeteket hallgattak, mondta el Somlai Nikolett Rózsa tagintézményvezető. Nyári Mirkó verset mondott, Mészáros Bence pedig a Zöld Erdőben de magas a juharfa című népdalt énekelte el. S ha már huszárovi, akkor stílusosan huszár érkezett az ünnepi alkalomra. Tóth Gergely hagyományőrző szakaszvezető, a Pápai Huszár Egyesület tagja beszélt az öltözetről, fegyverekről. A gyerekek érdeklődve figyeltek, megtudták például, hogy a mente a huszárok díszes kabátja, s a huszár csákó forgója lószörből készült. A gyerekek a bemutatót követően kipróbálták a menetelést is. A Fáji András lakótelepi tagóvodában a nemzeti ünnephez kapcsolódóan idén is megszervezték a hagyományos Magyar Hetet. Az óvi folyosóján viseletekből, hungarikumokból nyílt kiállítás, valamint a szülőkkel összefogva egy retro magyar játéktárlat is helyet kapott itt. Az emeleten pedig berendezték a Pilvax kávéházat. A projekt hét lezárásaként egy rendhagyó közös megemlékezést tartottak az óviban. A Fecskefalvi Huszárok című mesét dolgozták fel az óvónénik a gyerekekkel, akik megismerkedhettek a régi falubeli szokásokkal, a huszár élettel, a verbuválással, a huszártoborzással, dobolással, meneteléssel, tábori élettel, kisbírói szereppel, s mindezt meg is jelenítették egy előadásban, melyet dalokkal, körjátékokkal, közös énekléssel színesítettek. A Szent Anna római katolikus óvoda apróságai is ünnepeltek ma. Az óviban működik egy néptánc csoport, melyet Bertalan Judit vezet. Ez a csoport minden jeles napra készül egy-egy szép műsorral, így volt ez most is. Az előadás a nemzeti ünnephez kapcsolódott, de voltak tavasz köszöntő elemei is. Az összeállításban volt körtánc, mondóka, rövid jelenet, játék és ima is. Bertalan Judit elmondta, a műsort kedden az óvisok nézték meg, de csütörtökön bemutatják a szülőknek is az összeállítást. A bemutató végén a gyerekek közös körjátékra hívták társaikat is. Nyílt napok az elektromobilitás és a környezetvédelem jegyében. Ezzel a címmel indított roadshow-t a Városok Falvak Szövetsége, mely a múlt évben csatlakozott a NEI Üvegházban programhoz. Ennek keretében a szövetség 8 tagtelepülésének adhat át elektromos autót, és ezeken a településeken a diákokat is megszólítják egy játékos ismeretterjesztő előadással. Pápán tegnap jártak a szövetség munkatársai. A Tarci Lajos Általános Iskola felsős diákjainak tartott játékos foglalkozást a Városok Falvak Szövetsége tegnap az elektromobilitás és a környezetvédelem jegyében. A NEI Üvegházban programhoz csatlakozva a 8 állomásos roadshow fináléjában jártak pápám. Az elektromobilitási pályázattal kapcsolatban ugye minden településre érkezni fog majd egy elektromos autó, viszont emellett nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a fiatal generációnak egy kicsit a szemléletformálásban kicsit közelebb hozzuk a környezetvédelmet. Az előadáson az alapvető környezetvédelmi kérdések mellett az elektromos autókról esett szó, azoknak is a történetéről.
Mindenki azt mondja, hogy egy-két éve van elektromos autó, és hogyha visszatekintünk, ugye már az 1800-as évek végén megjelentek, természetesen nem a mostani hipermodern Teslák, de hogy már akkor is voltak elektromossággal meghajtott járművek, és ugye Jedlik Ányosnak a neve például nagyon fontos ebben a témakörben, és próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem egy új keletű dolog, és hogy magyar vonatkozása is van. Ez is nagyon fontos számunkra. Utána pedig tableteken játékokkal készültünk nekik. A kirakók, memóriajátékok, igaz-hamis kérdések mind arra voltak hivatottak, hogy a környezetvédelemről megszerzett tudást játékos formában rögzítsék a diákok. Örömmel fogadtuk a lehetőségét az előadásnak, illetve a két foglalkozásnak is. Iskolánk fő profilja egyfelől az emelt óra számú digitális kultúraoktatás, amellett komoly ökoiskola programunk van, tagja vagyunk mi is a hálózatnak, így az egész tanévünket átszőri ez a téma. Egyfelől a maga komplexitásában kezeli mind a digitális technika, az elektronika fejlődését, mind pedig a fenntarthatóság kérdését, a kettő ezen a foglalkozáson találkozik. Az előadáson azt az elektromos autót is bemutatták, melyet városunk is kap majd. A Városok Falvak Szövetség az Univeritas alapítvánnyal együttműködve jutott ehhez a pályázati lehetőséghez, és így tudtunk kapcsolódni a projekthez, és természetesen a települések is, a településvezetőkkel való egyeztetések során kerekedett ki, hogy végül is ki lesz a 8 kedvezményezett településünk az idei évben. A tervek szerint az elektromos autó még márciusban megérkezik az önkormányzathoz. Az Eszterházi kastélyban egy kék cínegés tányér a hónapműtárgya. A tányér a pápai kastély tárgyai közé tartozott, valószínűleg egy étkészlet darabja volt, ám csak ez az egy maradt fenn. A múzeumi műtárgyon tányéról lévő cégjelzés alapján egy csaknem 200 évig működő londoni kereskedőház révén kerülhetett az Eszterháziak tulajdonába. A gróf Eszterházi Múzeumban őrzött 19. századi tányér egykor egy kemény cseréből készült kézzel festett étkészlet része lehetett, mondta Huyber Edit történész. A tányér fő motívuma egy almafa ágon ülő kék cinke, a tányér szélén egy kék lepke, az ágak között pedig egy repülő bogár látható, egy idilli természeti életkép. Ugye a russzói ki a szabadba elvnek a nyomdokán, talán így kerül a naturalis mintáknak a megjelenése különböző dolgokban. Nem csak az épületen belülre hozzák be a növényeket, hanem a tányérakon, tárgyakon is megjelenik a természetnek különböző válfalai. A különböző aukciós oldalakon más hasonló motívumú tányérok is fellelhetők, mondta a történész, például vörös beggyel vagy épp vadvirágokkal díszített darabok. A múzeumi műtárgyon levő cégjelzés alapján egy csaknem 200 éve működő londoni kereskedőház révén kerülhetett a tányér az Eszterháziak tulajdonába. A John Mortlock cégnek a jelzése van rajta, és ők pedig egy ilyen gyarmatárú kereskedők, kimondottan kínai porcelánnal is foglalkoztak. Azon belül Anglia szerte is működtett, vagy a különböző manufaktúrák műhelyeit dolgoztatták, de vélhetően így a kínai mintakincs után nyúltak. A hónap műtárgya ingyenesen megtekinthető az Eszterházi kastélyban. Híreink után következzen az időjárás előrejelzés. A pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint szerdán kezdetben felhős lesz az idő, majd a késő délutáni óráktól felszakadozik a felhőzet. Élénk lesz az északi, északnyugati szél, 60 km/h meghaladó lökések is várhatók. A légmozgás a délután második felétől mérséklődik. A délutáni maximum hőmérséklet 8-10 fok körül alakul, este 2-4 fok várható. Csütörtökön csak délelőtt zavarhatja a napsütést gomoly és fátyol felhőzet. Csapadék nem várható. A hajnali minimum 0-2 fok között várható. Kedves nézőink, híradónkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!